Hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve mennél, lássátok, lássátok. Jöv el, Jézus, légy vendégünk. Áld meg, amit adtál nékünk. Ámen. Miért imádkozunk? Hogy megköszönjük a jó Istennek, amiért vigyáz ránk. De nem is vigyáz ránk. Apára se vigyázott. Édesapádnak semmi baja. Akkor miért nem jött még haza? Ági, elég legyen ebből. Haza fog jönni. Nem fog. Ne haragudj, kicsi. Nem is emlékszem apára. A postás. Nekem? Nem, lányának. Mit fognak ott három hétig csinálni? Itt az van, hogy kukoricát törnek. Karácsonykor. Nem volt, aki nyáron learassa. Most meg gondolom kell a ruszkiknak. És azt mondanák, visszamentél Pestre? Aki nem vonul be, a helyet valaki mást visznek el a családról. Aki pedig szökni próbál, az főbe lövik. Nem bába mész. Vidd az enyémet. Ez be neked. Erre még szükséged lehet. Te legyél ám rendesen. Ez. Nehogy elosztom őt. Nem fogok. Te is elmész. Hamarosan visszajövök. Megígérem. Majd megenyhül.
Mire hazajössz, már nem is fog rá emlékezni. Davaj, davaj! Смотри, пошла! Пару составишь? Да. Кто? Кто? Потанцую. Ну, что такое? Нет? Hívnak. Adjad! Süket, mint az ágyuk. Én Irén vagyok. Enni hoztál? Anyád nem csomagolt. Koldulj. Mondta. Anyám. Te vagy az Irén? A Walter lelkész lánya? Nem úgy volt, hogy te Pesten laksz? Befogadom, hogy az amerikai úton nem kell kukoricát törni. Ott laktok, nem? Anyád mondta. Ott laktunk, amíg le nem bombázták a házunkat. De aki tört már kukoricát, az sosem felejti el. Ámen. Yeah.
Давай, пошла, пошла. Magukra is rámáztak? Nálunk a faluban sokakra. Miért fasisztáznak minket? Hány sváb van itt? Te is sváb vagy. Mi 41-ben magyarnak vallottuk magunkat. Mi is. Mi is. Bocsánat! Én cigány vagyok. Hogy kerültél a vonatra? Jövök haza nagyságától. Oda járok takarítani. Azt jön egy csapat, davaj-davaj. Megfognak, azt felraknak. De hogy miért? Lehet, hogy mondták, de hát nem értettem, hogy mit kurutolnak. Én meg ruszin vagyok. De az urat sváb. Az, hogy a nyahaja törje ki. Ahem.
Beth Erzsébet. Beteg. Stroy. Beteg. Kórházba kell vinni. Hospital. Krankenhaus. Я тебе сказал, строй. Давай. Шевели ногами, вставай. Еще раз. Не надо! Пожалуйста. Пошли вперед! Быстро! Я друг за друга! Дальше, дальше. Наголо. Пригодно. Нет, 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 нет. Давай заходи.
Давай заходи. А ну за ним. Elvették a Péterot. Jeva, Herman! Пошли. Переводить меня, поняла? Так и будет. Немцы! Немецек! Вы напали на нас. Ты megtámadtatok minket. Вы сравняли с землей наши села. Leromboltátok a falvainkat. Выжгли наши земли. Felégettétek a földjeinket. И затопили наши шахты. És elárasztottátok a bányáinkat vízzel. Куда бы вы ни пришли, вы всюду только уничтожали и убивали. Amerre csak jártatok, gyilkoltatok és pusztítottatok. Наших сыновей нам уже не вернуть. A gyermekeink életét már senki sem adhatja vissza. Но то, что вы разрушили во имя Гитлера. De amit Hitler nevében leromboltatok. Вы будете восстанавливать здесь. Azt most újra felépíthetitek itt. Здесь, в шахтах Донбасса. A Donetsz medence bányáiban. Прибывшие сюда ранее знают, что в нашем лагере номер 1207 необходимо соблюдать три простых правила. Правила надо соблюдать. Кто нарушит, пойдет в бункер. Три дня без воды и еды.
Вы в 2000 километрах от дома. На недружелюбной территории, поэтому бежать вам некуда. Перемещение между шахтой и лагерем исключительно под конвоем. При попытке к бегству расстрел. Кто не выполнит норму, остается без ужина. Восстановительные работы до тех пор, пока не закончится война. После этого можете уходить домой. És azután hazamehettek. Lehet jönni. Jöhetnek az újak egyesével. Hármas járat. Négyes. Tizenkettes. Hármas. Tizenkettes. Túl magas vagy, nem férsz be. Majd térdelek. Tizenkettes. Köszönöm. Ne köszönöm. Négyes. Mondta, hogy a napi norma egy csille. Fejenként. Mindkettő kész visszakísér a lágerbe. Ilyenkor kutyaideg van ki, mínusz 30, de van mínusz 40. Ha látjátok, hogy a másik orra feje, szóljatok, hogy dörzsüljön meg, mert különben lefagy.
Így van. Elfogyott. Mostanra lettünk meg a normálval. Sajnálom. Van, hogy az őröknek se jut. Na, várjál is meg. Itt az orvosok. Ez mindent ilyet. Ki lenne? Hát, anyám. A legnagyobb 13. Korán kezdted. Legkisebb 2 éves. És rájuk kivigyázz. Vigyáznak egymásra. Miért? Hol az urad? Munkaszolgálaton. A tejfeles asszony hol van? Milyen tejfeles? Hát amelyik beszél oroszul. Az Éva? Éjszaka mindig kimegy. Hármas. 12-es. 12-es. 4-es. Kevesebb. Nem kaptunk vacsorát. Nem adhatok felmentést. Én itt ugyanúgy rab vagyok, mint ti. És ha mellénk ad még egy embert? Attól még a fejenkénti norma megmarad. És ha magyarként, nőként arra kérem, hogy tetesse nekem félre a vacsorából. Férfiként.
Szerinted kire haragudnék? Miattad nem eszek harmadik este? Nem is foglak. Hogy álltok? Én a magam részéről meg vagyok. Otthon még a disznó is különbet kap. Miért hoztak ide dolgozni? Egyszer nem bírnak minket etetni. Ez meg milyen állatcsontja? Tudja? Macska. Hármas jár. Hármas. Honnan szerezted? Mit ír? Nem tudsz olvasni? Nem jól. Vajon neki mennyi a napi norma? Nincs neki ura? Meghalt a gyerek. Még kicsi volt. És az ura elhagyta. Ezek akkor is gyilkosok.
Bal van? Ilyen kicsit. Beszélek Fábián. Miért ült le? Lázas. Válni tud, dolgozni is tud. Nem én találtam ki, ez a szabály. Mi van, ha fertőző? És holnapra az egész brigád lebetegszik. Így vrács. Nyit mészt. Nincs hely. Может, пронзите? А чему называет транзитом? Там люди находятся между жизнью и смертью. Muszáj enned. Tudod, mi ez? Tifusz. A tetvek terjesztik. Enyém lehet a cipője? Ha már neki nem kell. Beteg. 627. Tífuszos. 627. Что здесь происходит? Бена, не может работать. Если может стоять, то и работать может. 630. Gyógyszer kell neki. Gyógyszerezni. Kérem. Egy terrautó sofőr a faluban lakik. Тиф? Тифус. Лекарства дорогие. Drága a gyógyszer. De tud szerezni? Можешь достать? Могу. Tud. Mit kér érte? Что у тебя за это? Часы наручные. Karórát. Szerzek. Most kell neki. Megkapja.
apja hoz gyógyszert. Получишь, когда принесешь лекарство. Сейчас нужно, сейчас. Может, Кэл. Он на тоди мой нам чопе. Да не ждать, как останная энергия бастош. Надю уж ешь. Давай быстрее. Ждите здесь. Не очень быстро. И твари я только мальчик, я не фор. Пойдемте. Я хочу уже кушать. Пойдемте. Давай! Быстро! Идем! Дисбек, Кирен! Дисбек! Пивак! Медицин! Медицин! Anna, ott maradj! Majd, majd, kicsit!
Padláson. Miért nem szóltál? Apa. Szörnyű álmom volt. Most már minden rendben. Mm-hmm.
Tibi van? Mennyike. Mennyit adsz ezért? Irén? Jól láttam egy ideje. Irén? Deni támadtál. Irén. Irén. Valami van a padláson. Bejöhetek? Álmodott? Nem. Helyes. Látásból már ismerjük egymást. Miller Raymond. Walter Irén. Hova való? Szegcső, Tolna megye.
Szabadka? Bácska? Miért nem szabad elmondni? Mert akkor meghal. Az álmok adnak erőt, nem? Hogy kibírjuk. Nem. Ezen a helyen nem. Csirke. Hogy jutott hozzá? Nem dohányzom. Én se. De vannak, akik pár szárcigért lemondanak még a húsról is. Hogy szerzek mást? Például mit? Ruhát, cipőt. Kanalat. Akármit. Maga nagyon ügyes ember, Rajmond. Rákényszerültem. Két fiam van otthon és egy szép feleségem. Még itt vagyok 2000 kilométerre nagy büdös semmibe. Ha belegondolok, legszívesebben felkötném magam. Úgyhogy, ha túl akartam élni, akkor fel kellett állítanom néhány egyszerű szabályt. Beváltok. Akkor én megtanítsam. Miért segít nekem? Most a helyzésből. Maga tetszik nekem. Furcsa ízlése van. Nekem a családom. Felejts el őket. Ez az első szabály. Mi már innen nem megyünk haza. Ezt nem magad mondja. Hát ki? Sztálin. A jó Isten. A jó Isten nincs itt. Csak maga van meg én. Maga a rendes ember, de én hűséget fogadtam. Dönts el, hogy bele akar halni. Vagy túl akarja élni.
Берлин пал. Война закончилась. Гитлер капут. Гитлер капут. Завтра можете идти домой. Все. Домой. Домой. Куда торопишься? Ладно, блин, смотри, успокойся, спокойно, все. Сейчас, а ну-ка, все, сейчас будем спать, вот так. Мигор. А ну быстро в барак. Давай. Мигор, индулунг хаза. А тебе? Ирин. Mikor lehet menni? Megmondtad már? Vége a háborúnak.
Mondjatok már valamit. A reggeli sorakozónál a parancsnok bejelentette, hogy maradunk és dolgozunk. Sztálin parancsára. Eddig. De ilyet nem lehet csinálni. Csak vége lesz egyszer. Csak szólnak otthon az érdekünkben. Kik szólnak? Az uram, meg a miniszterek. Most vesztettük el a háborút. Nincs, aki szóljon. Maholka, kap a dohány. Ezt adja ide. Nincs ilyen jó minőségű cigarettapapír a lágerben. Lehet, hogy egész Ukrajnába sem.
maga. Tisztelzik egy csillesz én. Már is megvan a napi norma. Miért lehet? Oroszország a korlátlan lehetőségek hazája. Csak tudni kell élni velük. És Svetlana, a kenyérgyárban dolgozott. Aztán lopott két szelettel a fiának, és büntetésből ide helyezték. Sztálin járásod, de? Mi harasod? Harmadik szabály. Mosakodjon minden nap. Akármilyen hideg. Sargiela! Davaj, Perio! Davaj, davaj! Miért talán aggódjon? Szer Józsa. Minszkből helyezték ide. Évek óta nem látta a családját. Neki is azt mondták, mint minden őrnek, hogy háborús bűnösökre fog vigyázni. Így van, Szer Józsa! Látod-e? Mire szokott gondolni? A családomra. Hogy régen minden jó volt. Meg arra, hogy majd megint minden jó lesz. Nem szabad emlékezni. Nem szabad ábrándozni. Egyszer jó. Éppen azért, mert jó. Azért veszélyes. Előbb-utóbb csak befele fog élni. Nem lesz kedve kijönni a fejéből. Elfelejt tisztálkodni, megbetegszik. Nem teljesíti a normát, nem kap vacsorát, legyengül, meghal. Vera, jól vagy? Mi szokott még gondolkodni? Hogy sokkal többet tehettem volna. Tehetnék a társaimért. Negyedik szabály, nem felelünk másokért. Saját magunkat kell megmentenünk. Egyet nem értek. Olyan komolyan veszi a szabályait, akkor miért segít nekem? Szeretem magát. És remélem, hogy nem halok bele. Thank you.
kidobott. Rühes vagyok. Mindenhol. Hagy belőle egy kicsit. Csak egy kicsit visszaadom. Láttam, hogy kenegeted magad. Szeretnék aludni. Azt hiszed, hogy külön vagy nálam? Mire föl? Fűvel fával összefekszel. Rá fog jönni, hogy kihasználod. És akkor majd véget ér ez a nagy románc. Nincs köztünk semmi. És nem is lesz. Na persze. Megígértem a lányomnak, hogy hazamegyek. És ha ez az kell, hogy megtanuljak nemet mondani, akkor megtanulok. Te nem ilyen voltál. Most már ilyen vagyok. Köszönöm a drága látos parancsnokodnak. Vacsora után szokott jönni, úgyhogy még takarodva előtt el kell mennetek. Egy órátok van.
Сашенька! Привет, привет, Сашенька! Где мама? Магин Максакат. Нельзя убегать. Jól áll neked a gyerek? Én is ezt mondom. Minden áldott. Induljunk. Kettes. Tízes. Преградите много-много грузовиков. Есть! Слушай, Ульки! Подкоп! Подготовки поезда! Первый раз у нас приказ, да! Сколько транспорта? Дядя мешает! Останы что будет? Мы поедем на грузовиках! Куда поедем? Домой, ты глупый, домой! Куда? Я не верю! Будет не хватать ваших глупых рот! Я думаю, что ты не замерзнешь! Домой поедем, друг! Домой! Домой! Ooh.
estét! Jó estét! Hol vagyunk? Baja határában. Az éjszakát egy raktárban töltik. Itt mindenki sváb? Nem mindenki. Reggel mindenkinek nyilatkoznia kell, milyen nemzetiségűnek vallja magát. A németeket teherautó viszi tovább a határig. Onnan mennek Németországba, ott fognak letelepedni. És a magyarok? Hazamehetnek. Hova haza? Hát ahonnan jöttek. És aki itt lakik Baján? Az is vár. Reggelig. Elnézést! Szabadkára jöttem, de Szekcsőre mennénk, Tolna megyébe. Szabadka már nem Magyarország. Megint Jugoszlávia lett. Szóval, ha maga jugoszláv állampolgár, akkor nem mehet Szekcsőre. Vagy hazamegy Szabadkára, vagy tovább megy Németországba. De ha hazamegy, ott meglátogathatom? Nem. Mert nem kap útlevelet kapitalista országba. Jugoszlávia mióta kapitalista ország? Mióta Tito átállt. Átállt? Akkor, ha innen hazamegyünk, többet nem találkozhatunk. Elfogadnak egy tanácsot? Ne menjenek haza. Te nem jöhetsz velem Jugoszláviába. Ha együtt akarunk maradni, akkor Németországba kell mennünk. Ehhez viszont az kell, hogy németnek valljuk magunkat. Kimegyünk. Szerzünk lakást, munkát. Aztán valahogy kihozzuk a lányodat is. Már nagyok. Megállnak a saját lábukon. Nem hiányoznak. Dehogy nem hiányoznak. A nélkülük már megtanultam élni. Nélküled nem. A következő teherautó transport Németországba 10 perc múlva indul. Aki megkapta az igazolását, sorakozzon a bejáratnál. Igazolás nélkül senki sem mehet tovább. Milyen nemzetiségűnek vallja magát? Német. Állok a teherautónál. Irén. A következő teherautótranszport Németországba azonnal indul. Akinek még nincs igazolása, nem szállhat fel. 20 forint. Egy kendő a nőszövetség felajánlásából. És az igazolás, hogy magyar földre léphet. Rákosi elvtárs aláírásával.
Felszállni. Én még várok valakit. Indulás. Kérem, várjon egy percet. Kérem. Most már csak azt mondja meg, hogy milyen nemzetiségűnek vallja magát. Megmentetted az életem. De nem a szabályaiddal. A szerelmeddel. Hazamegyek. Túlélő vagy. Nem féltelek. Megtanulsz élni nélkülem. De én sosem tanulnék meg élni remény nélkül. Thank you.
Der Wunk, der steht schon vor dir, adieu. Der Wunk, der steht schon vor dir, jetzt setz er mich auf und fort mit mir, adieu, adieu, mein Schott, adieu. Adieu, mein Schatz. Der Wunk, der fuhrt von Dorf hinaus, adieu. Der Wunk, der fuhrt von Dorf hinaus, jetzt schaut mein Schatz vom Fenster hinaus, adieu. Adieu, mein Schatz, adieu, adieu, mein Schatz. Jetzt setze mich auf der Wunk darauf, adieu. Jetzt setze mich auf der Wunk darauf, jetzt sehe ich meine Heimat nie mehr. Adieu, mein Schatz, adieu, adieu, mein Schatz.